Amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, azelőtt az Isten előtt, akiben hit, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Róma 4. 17. Nem az mozgat, amit látok. A fenti igevers szerint a hit meglévőként szólítja elő azokat a dolgokat, amelyek nincsenek. Hát nem csodálatos Istenben hinni nagyon sajnálom azokat, akik látásban járnak. Én a hitben járás mellett döntöttem. A hitben járás azt jelenti, hogy néha meg kell állnod a helyed. Ne az késztessen cselekvésre, amit látsz, vagy érzel, hanem csak az, amit hiszel. A Biblia sosem ígért olyat, hogy megkaphatjuk, amit látunk. Sosem mondott olyat, hogy megkaphatjuk, amit érzünk. A Biblia azt jelentette ki, hogy megkaphatjuk, amit hiszünk. A Máté 9:29-ben ez áll: Legyen nektek, a ti hitetek szerint. A Bibliában nem azt olvassuk. Eredj el, és legyen neked a te érzésed szerint. Nem. De nem is ezt olvassuk. Eredj el, és legyen neked a te látásod szerint. Nem. Egyetlen egy Biblia fordításban sem találom ezeket. Azt azonban megtalálom. Eredj el és legyen neked a te hited szerint. Máté 8.13 Megvallás Nem az mozgat, amit látok. Nem az mozgat, amit érzek. Csak az mozgat, amit hiszek.